Üdvözlök mindenki Necrocrim vagyok, egy jöjjönek is Warframe, egy a, a Valkyr. Na most, két héttel ezelőtt, vagyis hát relatíve, mikor nézed a videót, mert a 2050-ben, akkor jó sok évvel ezelőtt csináltunk egy livestreamet Twitch-en, ahol még ugye nem jött be az új milli rendszer, És Valkyrről beszéltünk ebben a kis livestreamben, és Előkészítettem egy buildet a Valkyrnek, hogy számítva arra, hogy bejön az új millirendszer, és hogy ilyen gyorsan lehet váltani kard és lövés között, illetve ultimate képesség és lövés között, a Valkyrnél már így jól bekészültem, hogy ja, hölgyeim és uraim, ez egy túlélésből jeles Warframe lesz ulti, halhatatlanság és lehet lőni, mi a fene? Na de... <laughs> a Digital Extreme okos volt, ezért ugye a valkír, hogyha lőni kezd miközben Ultiban van, akkor sebezhető lesz. Hát nem kaptuk meg a vágyunkat, természetesen ez hihetetlenül megtörte volna a játékot. Hál' Istennek gondoltak rá, de így is. Így is, jesszus szent anyám, hogy a Valkyr milyen OP lett újra visszakapja a régi dicső fényét a valkérés, és azt hiszem most szólok nektek, hogy vegyétek elő újra ezt a warframe mert ami lehetőséget nyújt, az, az hihetetlen újraformázás, az százszázalékos, szóval nem muszátok nem meg, de hogy egy, egy tökéletesen gyönyörű kombinációt lehet csinálni ulti és lövés között, és, és elérni vele a halhatatlanságot, az, az egyszerűen fantasztikum, úgyhogy ha nincs még OP warframe vagy túl macera kifarmolni azt az inaroszt, túl macera kifarmolni azt a kromát, vagy bármelyik másikat, amelyik ilyen túlélő Warframe, túl macera akkor nyomuljál rá a Valkyr-re, és farmolt ki, mert most nagyon OP lett. És, ugye a Valkir régebben arról volt, azért volt nehéz modolni, mert hogy kellettek hozzá specifikus modok, amitől a Valkyr nagyon előnyt élvezett. Ugye ilyen volt például a Warcry build, a sokadik frissítés után is a Volcry build a Valkérnél egy nagyon helytálló, és még mindig egy nagyon helytálló buildról van szó. Régen a sokadik frissítés előtt volt az Ulti build, ami szintúgy helytálló volt, egy óráig bírta az energiával. Azt ugye akkor mindenki Valkyrt használt minden Survivor-be, pif, nörf, fogy az energia, mint az állat, félértés, ne esék, most is fogy az energia, mint az állat, de most már megoldás van rá, hogy fel lehessen tartani örökre kávé. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon, 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 nagyon jó dolog. Szóval, ez volt az alapelmélet, beszélgessünk egy kicsit a modolásról. Nos, nagyon-nagyon egyszerű az egész dolog lényege. Amint látjátok, semmi nagyon extra nincsen benne, amit ne lehetne megszerezni már egy közép rangtól. A egyetlen legkülönlegesebb kártya, vagyis mod, aminek mondhatnám, az a vigoros VOP, de azt is arbitration alerteken, arbitration hexis ki tudjátok váltani előbb vagy utóbb, szóval nem egy nagy dolog. Az egésznek ugye a lényege ahhoz képest, amit változtattam az első livestream óta, bekerül egy vitalitésen récs, hogy amikor kijössz az ultiból, kap be azt a sebzést, töltsd vissza az energiádat, hogy nyugodtan lehess ultiba, és ugye mivel, hogy egyes pályákon az enemik már foglak akkor sebezni, hogy egy shot lesz, még a valkír is, még hiába van neki sok armor és a többi, még akkor is egy, egy hit lesz, quick thinking, megakadályozza azt a, azt a halálos lövést, igen, le fogsz szívni az energiából, de akkor észbe fogsz kapni, ultiba váltasz, és valá, voilà, mehet tovább a kardozás, feltöltöd az életedet, és így tovább, és így tovább. Nem egy halhatatlan build, de elképesztően sokáig fogod vele bírni, szóval ordított mikor játszottam vele live közben, és ordított róla, hogy ez működik, hogy ez megy. Úgyhogy prób próbáljátok ki, vigorous swap, 165% damage, 3 másodpercig, plusz fegyverváltási sebesség, mi kell még? Szóval időnként ide-oda váltasz ultiból fegyverre, és bekapcsol a vigorous swap, még extra damage kapsz. Vigyél magaddal egy macskát! vigyél magad egy macskát, és még fokozd meg azzal. Szóval el elképesztő dolgok vannak itt, hölgyeim és uraim. Nem azt mondom, hogy lehet, hogy lehetne még változtatni a dolgokon. Ugye, 10 energiát fogyaszt, megnézzük, hogy <hazd> hogy mennyit fogyasztana így. 17 és felett, nope, akkor vissza fleeting. 10 <laughs> energiát fogyaszt másodperceként, de mondjuk energy per second, jaj, jaj na, hülye vagyok. 0,88, 1,1, jó, hát sokkal, sokkal jobb, marad a fleeting, ajánlom szerette, Art Guardian úgy érzem, hogy kötelező bele, igazából úgy vildetítik, hogy akkor csak inkább szólni akartam, egy a baráti tanács, hogy, hogy hát igen, a valkír uh, visszakerül vissza a képbe, azt hiszem. Hölgyeim és uraim, ez ennyi, ennyi, ennyi lett volna uh, ez a videó, remélem, hogy adtam egy jó ötletet. Uh, nektek uh, biztos vagyok benne, hogy kifogtok nagyon jó és érdekes bildeket találni ezt követően ez ugyanúgy igaz, nem csak valkira, hanem olyan frémek, mint az Excalibur, Baruk, mindenre olyasmi, ami egy exalted fegyvert használ ultinak, hihetetlenül megkönnyítette a, ez az új harcrendszer, a bunyót, a valkír profitált belőle, azt hiszem, hogy az egyik legjobban. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, Discord szerverünk bárki számára elérhető klámba jelentkezni, linkek a videó leírásában megtaláljátok, kommenteket, kérdéseket, bármit várom itt a videó alatt, avagy Facebookon, ahol tetszik. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!